Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ugye Magyarországon a szakmáknak az életét, és főleg a történész és az irodalomtörténész szakmák életét alapvetően az évfordulók határozzák meg. Ugye, hogyha kiüt egy évforduló, akkor mindenki hirtelen annak a szakterületnek a szakértőjévé válik. Hát ez az igazság, ez rajtam is bekövetkezett, tehát én is így váltam Széchenyi István katona éveinek szakértőjévé. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy tudományos pályám kezdetén, még 17-18 éves koromban, amikor az országos középiskolai tanulmányi versenyen indultam, akkor Széchenyi és Berzevici Gergely összefoglaló elemzésével sikerült bejutnom a döntőbe, sőt egészen a csúcsra, hogy tovább folytassam a dicsekedést. Azóta viszont szinte hát igyekeztem messze elkerülni a nemes grófot, gondolván, hogy vannak mások is, akik nálam érdemteli módon tudnak ezzel a témával foglalkozni, de rajtam is betelt ez a bizonyos igazság, tehát most egy Széchenyi István katonai életéről és katonai pályafutásáról szóló előadással fogom önöket szerencséltetni, vagy szerencsétlenítetni. És még egy dolog, hogy szeretnék elnézést kérni, de nem sikerült elkészülnöm a PPT-vel, tehát most kénytelenek a szavaim erejében hinni, és nem különböző villódzó képeket és olvashatatlan feliratokat megpróbálni skubizni, és igyekszem nem hadalni, ami egyébként rossz tulajdonságom. Ugye, hogy azért más kollégákat is népszerűsítsek, szeretném fölmutatni ezt a könyvet, ez Ács Tibornak a Katonaként is magyar című kötete, amely Széchenyi katonai életének és hadügyi reformizmeinek a krónikája, ez most már jó 10 éve jelent meg. Volt egy korábbi kiadása, az a Széchenyi katona évei címmel. Igazából én a bölcselmeim nagy részét ebből merítettem, csak úgy gondoltam, hogy a korrektség kedvéért azért az ember, ha már idegen tollakkal ékeskedik, akkor legalább mondja meg, hogy kiéivel, és ne próbálja meg a sajátjaként eladni. Ugye, hogyha Széchenyi Istvánnak a nevét kiejtjük, akkor legkevésbé a katonai pályafutására gondolunk. Gondolom, örök közül jó néhányan vannak olyanok, akik tudják ugyan, hogy ott volt a lipcsei csatában, és valami homályos küldetés fűződik a nevéhez, de azért alapvetően mindenkinek a hitel, a stádium, a világ, a kelet népe, a Kossuth-tal folytatott híres vita, a döblingi nagy szatíra és az Einblick jut eszébe. Holott ugye Széchenyi István több mint 17 éven keresztül szolgált katonaként a császári királyi hadseregben. Hogyha megnézzük a Batthyány kormánynak a tagjait, akkor nála hosszabb katonai szolgálattal csak Mészáros Lázár tábornok, a hadügyminiszter rendelkezett. Batthyány Lajos is volt egy ideig katona, de mondjuk az ő katonai szolgálatában még kevesebb köszönet volt. Hogy is mondjam, nem egy Simonyi Jóbestert veszített benne a magyar hadi krónika. Széchenyinek ez a katonai pályafutása egy háborús évvel 1809-el indult, és 1826-ban ugye a Metternichi vagy a Ferenci korszaknak a közepén, a magyar reformkorszaknak a kezdetén végződött. Négy nagy hadjáratban is részt vett a katonai pályafutása során. Az első volt ugye 1809-ben a magyarországi hadjárat, az utolsó magyar nemesi felkelésnek az éve. A következő 1813-ban a szövetségeseknek a nagy németországi, azon belül szászországi hadjárata Napóleon ellen, amelyben futártisztként tüntette ki magát. Aztán a következő az a 13-14-es franciaországi hadjárat Napóleon végső megtörése. Végül pedig 1815-ben egy valamivel kellemesebb vidéken, ugye Németországban azért mindig hideg van, főleg télen, 1815-ben valamivel kellemesebb vidéken, Észak-Itáliában a Murat-nápolyi király elleni hadjáratban is megcsillogtathatta a katonai tudását. Részt vett két nagy csatában, az egyik az a Dresdai volt, amit elveszítettek, a másik a lipcsei, amit megnyertek, ebben még Széchenyinek is volt némi szerepe, és ezen kívül több kisebb ütközetben. Találkozott ugye azzal a Karl Schwarzenberg herceggel, sőt nem csak találkozott, hanem a főhadiszállásán szolgált, akinek a nevéhez maga a lipcsei győzelem és a Napóleon fölötti első igazi nagy döntő diadal fűződik, akiről Bécsben elnevezték a Schwarzenberg placot, és meg lehet nézni a szobrát is. Találkozott Blücher marsallal, ugye a poroszok sokszor megvert, és a végén azért győztes hadvezérivel a napóleoni háborúban. Találkozott Murával, először mint katonai megfigyelő, aztán pedig mint hát ellenfél, sőt az angliai útján magával Wellington herceggel is, tehát azt lehet mondani, hogy kevesen rendelkeztek olyan széleskörű ismerettséggel a korszak nagy hadvezérei között, mint amilyennel Széchenyi.
És hát, hogy más nem mondjuk, ismerte Simonyi Óbestelt, a legvitézebb huszárt is, aki meg a parancsnoka volt, és Széchenyinek, hogy is mondjam, megalapozottan vagy megalapozatlanul, de rossz véleménye volt róla. Bejáratos volt az udvari haditanácshoz, a különböző egymást váltó, ugye ott kihalásos alapon történt általában parancsnokváltás, különböző egymást váltó elnökökhöz. A háborús érdemeiért 5 kitüntetést is kapott. Ugyanakkor a szépen induló, 1809-ben szépen induló karrierje 1813 után megakadt, és 13 éven keresztül, vagy 14 éven keresztül, attól függően, hogy hogyan számoljuk, nem sikerült egy újabb rendfokozatban előlépnie, nem sikerült elérnie az őrnagyi rangot, amire olyannyira vágyott. 1826-ban hagyta el tehát a császári királyi hadsereget, és elmondhatjuk, hogy maga ez a 17 év, ez kétségkívül meghatározó volt az életében, hiszen ez a felnőtt év, a férfivá válásának az időszaka is volt, ugye amikor magát a katonai szolgálatát elkezdte, még nem volt 18 éves, és ezekben a háborús években és ezekben a tábori szolgálati években vált belőle férfi. Hozzáteendő persze, hogy ebnél a 17 évnél, ez majd az előadás pluszpoénja lesz, a tényleges szolgálati ideje valamivel rövidebb volt. Na most hogyan kezdődött az ő katonai pályafutása? Ugye a világtörténelmeben némi ismertséggel vagy ismerettséggel rendelkező személyek mind tudják, hogy a 1789-ben kitört francia forradalmat 3 évvel követte maga a háború, 1792-től, és ezek a háborúk, ezek 1815-ig, tehát 23 éven keresztül végigkísérték Európának a történetét. Ezekben a háborúkban a Habsburg birodalom, vagy a Habsburg monarchia szinte folyamatosan részt vett, egyetlen egy olyan koalíció volt, aminek nem volt tagja, akár az egyik, akár a másik oldalon, ez ugye 1806-1807-ben, de az összes többiben részt vett, és általában el lehet mondani, hogy a háború terhének a nagy részét viselte, ami azt jelenti, hogy a franciák szinte mindig megverték őket, és ugye egyre rosszabb és rosszabb békéket kötöttek, hát ugye Napóleon nem volt ebben a tekintetben különösebben szívbajos. És Ferenc császár, aki éppen 1792-ben lépett trónra, egy idő után már nagyon nehezen viselte ezeket a vereségeket, nem volt egy nagyon okos ember, emellett kimondottan rossz indulatú is volt, és ugye szívós természettel áldotta vagy verte meg őt és a birodalmat a sors, de 1808-ban úgy érezte, hogy most már ideje egy újabb háborút indítani, hát ha most már a kis korzikaival sikerül végképp leszámolni, hiszen közben Napóleon belebonyolódott egy ilyen spanyolországi kalandba, és ott elég rosszul állt a szénája, és Ferenc abban reménykedett, hogy ez a kettős front ez lehetővé teszi, hogy Napóleonra végre vereséget mérjenek. Ennek előkészítéseként 1808-ban az akkor összehívott magyar rendi országgyűlés megszavazta a következő évben a nemesi felkelésnek az összehívását, arra az esetre, amennyiben háború tör ki, de hát ugye mi más esetre hívnák össze. Amikor ez megtörtént, akkor az országon valami hihetetlen, hogy is mondjam, lelkesedés vett erőt. Ugye általában nem nagyon szoktuk hangsúlyozni, de azért a 17-18 vagy 18. század, 19. század fordulóján Magyarországnak és a monarchiának, és főleg a magyar politikai elitnek és a monarchia vezetésének alapvetően nem volt olyan rossz a kapcsolata. A nemesség rajongott az uralkodóházért több-kevesebb megalapozottsággal. Azt nem szerették, hogyha adóztatni akarták őket, de hát azt mondjuk manapság sem szereti különösebben senki, ugye ahhoz nem kell feltétlenül nemesnek lenni. Lényeg az, hogy ennek az óriási nemzeti felbuzdulásnak köszönhetően Széchenyi Ferenc grófnak mind a 3 fia, ugye Lajos, Pál és a legfiatalabb István úgy döntött, hogy beállnak katonának. Ugye, mint említettem, Széchenyi István ekkor még nem volt 18 éves, mint a 17 és fél éves volt. Ugye a papa gondoskodott arról is, hogy a fiúk némi katonai szaktudásra tegyenek szert, mert olyan csak a partizán filmekben van, hogy valakiből mindjárt ugye Arnold Schwarzenegger lesz, és képes egy egész orosz tankhadosztályt bármikor legyőzni. Ezért aztán megkereste egyik ismerősét, Moritz Gomez de Parientos altábornagyot, aki a bécsi hadilevéltár igazgatója volt, tehát mind elméleti, mind gyakorlati szempontból tisztában volt a hadtudománnyal, és felkérte őt, hogy a fiait vezesse be a katonai tudományokba, egyébként az illető altábornagyot nevezték ki a magyar nemesi felkelés leendő táborkari vagy vezérkari főnökévé. Hát a derék altábornagy meg is adta a módját, fél év kiképzés után közölte a papával, hogy szerintem most már a fiúk alkalmasak a katonai szolgálatra. Ugye a következő év februárjában, február 8-án született meg az uralkodói döntés a háborúról,
Ugye a Habsburg családnak a tagjai azok nem voltak katonailag különösebben tehetségesek, hogy tapintatosan fejezzem ki magam. Tehát nem nagyon találunk közöttük kiemelkedő hadvezéreket, Ferenc király is ezeknek a sorát erősítette, egyetlen egy kivétel volt Károly főherceg, nem véletlen, hogy soha nem került trónra. Ő ellenezte a háborút, mondván, hogy a birodalom nincs eléggé fölkészülve, azok a reformok, amiket elkezdtek, azok még nem értek be, tehát félkész hadsereggel nem lehet háborút vívni, de lesöpörték, mondván, hogy ha nem értő hozzá, ő csak egy katonai szakértő. Lényeg az, hogy március 3-án Ferenc király utasította József Nádort, hogy mozgósítsák a magyar nemesi felkelést, mire Széchenyi Ferenc gróf is, amikor értesült a hírről, azonnal megkereste először is Károly főherceget, aki ugye a hadsereg főparancsnoka volt, másodszor pedig magát a Nádor, József Nádort, aki ugye hivatalból lett a magyar nemesi felkelésnek a parancsnoka, hogy ugyan már a fiait nevezzék ki tiszté. És osszák be őket lehetőleg a nemesi felkelés vezérkarába. Aggódó atyaként ugye úgy gondolta, hogy a vezérkarban talán kevésbé esik bajuk, mint hogyha csapattisztként fognak ottan vitézkedni, és rázzák össze-vissza a szabjájukat. József Nádor, aki ugye az okosabbik Habsburgok közé tartozott, nem véletlen, hogy máig szobra van a József Nádor téren, és soha nem bontották el, még a kommunizmus időszakában sem, elutasította ezt a kérést, mondván, hogy hát azért fél év katonai kiképzés után valaki ne akarjon feltétlenül tiszt lenni. De Széchenyi Ferenc annyira szerette a fiát, hogy Károly, vagy a fiait, hogy Károly főhercegnél elérte, hogy mind a kettőt előterjesztik tiszti kinevezésre, és 1809. április 7-én mindketten, ugye Lajos a nemesi felkelésnek az egyik soproni zászlójához került, de Pált és ugye Istvánt a vezérkarhoz akarták kinevezni, mindketten főhadnagyi rangot kaptak. Ugye képzeljük el, hogy Széchenyi István még nincs 18 éves, és már is főhadnagyi rangja van. Ugye akik erre az egyetemre járnak tiszt képzésre, azok tudják, hogy 18 évesen jó esetben fölvesznek valakit tisztnövendéknek, de semmi esetre sem lesz belőle főhadnagy, ha csak nem a legfelsőbb uralkodóház tagja, de ugye Széchenyi nem tartozott ezek közé. A megoldás érthető volt azért kissé szokatlan, ugye megkezdődött a háború, Napóleon Ferenc őszinte meglepetésére előbb kapcsolt, mint ahogy ezt várni lehetett. Április 10-én hivatalosan is mozgósították a nemesi felkelést, és elrendelték a nemesi felkelőknek az összevonását Győr környékén, és egyben elrendelték, hogy a város környékét, ahol ugye korábban a török korban még erődítmény volt, sáncokkal lássák el, tehát egy nagy erődített tábort hozzanak létre. Április végén Széchenyi István is ebbe a táborba került, ugye, mint a nemesi felkelés vezérkarának az egyik tagja, és a, hogy is mondjam, korán sem érdekes, de roppant megerőltető építkezési felügyelői és főfizetői, vagy fizetői hát szolgálatot látta el, ami azt jelentette, hogy lótut futott fel alá, mint a mérgezett egér, ugye megpróbálta a jobbágyokat rávenni arról, hogy ugyan már rendesen ássák ki a sáncokat, és hányják fel a földet, illetve fizette nekik rendszeresen a napi díjat. Egy Ertl nevezetű vezérkari alezredes volt a főnöke, aki a kezébe nyomott egy halom bankót, és mondta, hogy akkor hát ezzel próbálja megoldani ezeket a kérdéseket. Ugye Széchenyi István fiatal emberként még lelkiismeretes volt, és úgy gondolta, hogy neki minden filléről el kell számolnia, és ugye amikor éppen nem fizetett és nem lótot futott fel alá, akkor mindig csinálta éjszakánként az elszámolásokat, ilyen 3 órákat aludt, és egyszer megjelent a Derék Ertelnél egy halom elszámolással, Ertel megnézte a címlapot, majd pedig fogta, és a nyitott ablakon így kidobta az egészet, mondván, hogy ő nem fog itt ezzel lacafacázni, ő megbízik Széchenyi Istvánban. Ugye június elejétől már várható volt a francia csapatoknak a támadása, ezek a csapatok ezek délfelől közeledtek az itáliai hadszíntéről, nyomon követték annak a János Habsburg főhercegnek a seregét, aki ott eleinte elég eredményes volt, de aztán fölhívták a fő hadszíntére. Június 13-án már az első támadás elérte a sáncokat, ugye tudjuk a hivatalos hadijelentésből, hogy Széchenyi ekkor élt át a tűzkerességét, egy hadnagy társaságában 3 löveget vezetett előre, és a felderítés végző francia lovasságot sikeresen lövette velük. Június 14-én pedig bekövetkezett a nagy támadás, ugye a győri ütközet, amelyet Petőfi Sándortól mindannyian ismerünk, ugye majd elfeledem győri vitézségtek, mikor emeltek már emlékoszlopot sok hős lábnak, mert úgy futott. Ez annyira rögzült a magyar történeti köztudatban,
mint hogyha ez valami borzasztó katasztrófa lett volna. Na most hozzá kell, hogy tegyük, hogyha megnézzük magukat az erőviszonyokat, akkor a 40 ezer főnyi részint frissen mozgósított nemesi felkelőkből, részint császári királyi katonákból álló, és 32 darab löveggel rendelkező császári királyi haderő került szembe egy 54 ezer főnyi és 144 löveggel, tehát több mint négyszeres tüzérségi fölényben lévő profi francia hadsereggel, amit a Napóleonnak a mostoha fia, Eugène Beauharnais, vagy Jenő herceg, amit hibásan szoktak mondani, vezetett, és hát ebben az összecsapásban a császári királyi, illetve a magyar nemesi felkelői sereg húzta a rövidebbet. Széchenyi magában a csatában, a vezérkar soraiban vett részt. Ugye a csatában ketté szakították a magyar haderőnek az arcvonalát, az egyik fele az elvonult Komárom felé, a másik az viszont beszorult a komáromi sáncok közé, vagy a győri sáncok közé. És hát nem tudták, hogy mit csináljanak, és a sáncok védelmét irányító Meskó nevezetű altábornok úgy döntött, hogy ő megpróbál kitörni, és a franciák háta mögött elérni a Komáromnál lévő tábort. És annak érdekében, hogy könnyebben történjen meg az érintkezés fölvétele, ugye futárt küldött a komáromi táborba, ami egyáltalán nem volt egyszerű feladat, mert hogy a Dunának mind a két partját a franciák ellenőrizték egészen könnyűig. Széchenyi István gróf vállalta magára ezt a feladatot, ugye beleült egy csónakba, és megpróbált észrevétlenül a Dunán lejutni egészen Komáromig. Hát a franciák persze lőtték, kilőtték a csónakot, de Széchenyi bedugta az ujjával, és ilyen módon ugye sikerült elérnie Komáromot, és ott átadni a jelentést. Június végén a nádor kíséretében a franciák által ostromolt Pozsonyba ment, aztán visszatért Bőse, majd pedig, amikor véget ért a háború, akkor ugye részt vett 1809. november 16-án a magyar nemesi felkelésnek, mint kiderült utolsó szemléjén, amelyet szülővárosomban, Székesfehérváron tartottak, és még egy emléktábla is van róla. Na most a Széchenyi katonai teljesítményével az előjárói láthatólag elégedettek voltak, amit egyrészt az is mutat, hogy 1809. augusztusában első Ferenc király legfelsőbb megelégedését nyilvánította írásban Széchenyi katonai teljesítményével kapcsolatban. Ez a kitüntetés előszobája szokott lenni, tehát akinek nem akarta kitüntetést adni, az kapott egy legfelső megelégedést, azt kitűzhette otthon a kredenc fölé. Majd pedig december 21-én áthelyezték egy reguláris alakulathoz a nemesi testőrségtől, ez a 7. Liechtenstein herceg nevét viselő huszárezred volt, számfeletti főhadnagyként, ami azt jelenti, hogy tisztként szolgált ugyan, de nem tekintették tényleges állományonok, tehát nem volt beosztása, hogy századparancsnok, vagy szakaszparancsnok, vagy valami hasonló. Ebben az ezredben a századparancsnoka egy Stefajics István nevezetű Somogy megyei nemes volt, aki a papával, mármint Széchenyi Ferenccel többé-kevésbé jó kapcsolatban volt, ugye aféle familiárisa volt a Széchenyi családnak Somogy megyében, és meglehetős jogindulattal hát támogatta az ifjú grófnak a katonai pályafutását, ugye az ezred eleinte Pest környékén állomásozott, aztán pedig Arad környékére, a híres Világosra vezényelték őket át. Amit tudunk erről az időszakról, hogy Széchenyi István állandó pénzavarban volt, ugye a papának állandóan írta, hogy küldjön már megint 1500 forintot, mert mit tudom én, megvendégelte a tisztársait, mert sokba kerülnek a lovak, stb. Szeptember 18-án már részt vett egy nagy gyakorlaton, Nagyváradon, és 1810-11 fordulóján annyira elégedettek voltak vele, hogy áthelyezték tényleges állományba, tehát most már nem számfeletti volt, hanem ugye rendes beosztást is kaphatott, mint századparancsnok. Igazából azért nem tetszett neki annyira ez a meglehetősen unalmas szolgálat, és úgy gondolt, hogy a gyorsabb előrejutás érdekében megint mozgósítja rokoni kapcsolatait. Ugye a sógor Azicsi Ferdinánd ezredes egy dzsidás ezrednek volt, az első dzsidás ezrednek volt a parancsnoka, és 1811 tavaszán Széchenyi átkérte magát ennek az ezrednek a soraiba. Maga a csere, miután valakivel cserélnie kellett az ottani tisztek közül, az önmagában 3000 forintba került, azért ez egy elég jelentős összeg volt, ugye ilyen 50-60 forint volt akkoriban az átlag közalkalmazotti fizetés, tehát ehhez próbálják meg elhelyezni ezt a 3000 forintot, és ugye az egyéb dolgok, hogy szekeret kellett venni, egyenruhát csináltatni, újabb lovakra volt szükség, ez még további több mint 12.000 forintjába került, nem annyira a nemes grófnak, mint inkább a papának. Ugye ez az ezred, ez Csehországban Pardubic, majd pedig Göding
környékén állomáshoz, ott ez Széchenyinek nem volt szerencséje, mert 12-ben ezeket is hazavezényel, vagy ide vezényelték Magyarországra, és attól kezdve Gyöngyös és Vadkert környékén állomásoztak. 1813 tavaszán, ugye akkor már a Napóleon oroszországi hadjáratának a kudarca után vagyunk, megint várni lehetett, hogy háború lesz, és hogy lehet, hogy ezt a háborút még akár meg is fogjuk nyerni, mármint hogy nagy szövetségben, és Széchenyi Ferenc megint mozgósította társadalmi kapcsolatait, és kérte, hogy a fiát helyezzék át a szerveződő császári királyi fősereg vezérkarába, Karl Schwarzenberg herceg mellé. Ez május-június fordulóján meg is történt, ugye Prága mellett gyülekezett a császári királyi haderő, egyelőre még nem döntötték el, hogy meg fogják-e támadni Napóleont vagy sem, ugye Ferencnek mégiscsak a veje volt a császár, tehát rokoni érzemények is működtek a dologban, de azért alapvetően már eléggé várni lehetett, hogy itt, hogyha háború lesz, akkor az osztrákok is a franciák ellen fognak harcolni. Lényeg az, hogy Prága mellett Liebenben vonták össze ugye a hadsereg nagy részét, és ott állomásozott maga a vezérkar is. Az áthelyezés egyben együtt járt egy előléptetéssel is. Széchenyit második lovasszázadossá léptették elő. Ugye a századosi rendfokozatban, ami a legmagasabb főtiszti rendfokozat volt abban az időszakban, volt az első osztályú meg a másodosztályú százados. Ez nem a szavatossági időt jelentette természetesen, hanem az első osztályú az már osztályt is vezényelhetett, tehát két századot, a másodosztályú az pedig legfeljebb századot. Augusztus 12-én történik meg a hadüzenet, ugye Ferenc császár és király hadat üzen Napóleon császárnak, és a szövetségeseknek, a oroszoknak és az osztrákoknak gyakorlatilag először, amióta a francia háborúk folynak, sikerül megállapodniuk abban, hogy közösen fognak föllépni, olyannyira közösen, hogy még a fővezér is közös lesz. És hát miután egy porosz nem szívesen rendeli magát alá egy orosznak, egy orosz meg egy porosznak, ezért egy osztrák lesz a fővezér, ugye az említett Karl Schwarzenberg herceg tábornagy. Augusztus végén indul meg a nagy támadás a Dresda környékén lévő Napóleon ellen. Augusztus 26-27-én már van is egy kétnapos csata, amelyben viszont miután a szövetségesek ugyan együttesen támadnak, de azért vannak még surlódások az együttműködésben, hát elég alaposan meg is verik őket. Ugye még ott az uralkodók, akik szintén ott vannak megnézni a csatát, hát ha megnyerik, még az uralkodók környékén is csapnak le az ágyugójuk olyannyira, hogy hátra kell őket vonni. Széchenyi maga is részt vesz ebben a csatában, ugye ez az első nagy csatája, Győr az igazából csak ütközetnek volt tekinthető, és belázasodik, ugye futártisztként fel alá rohangál a csatatéren, Németországban, mint említettem, mindig rossz idő van, és olyannyira rosszul itt ki számára is ez az összecsapás, hogy a franciák elfogják a lovát, a podgyászát és a pénzét is, tehát gyakorlatilag egy szám magában ott marad lázas betegként. Schwarzenberg fővezér azonban gondoskodik róla, és betegként Prágába küldi némi felülülésre és gyógyulásra, ahol hosszan lábadozik az egyik prágai kórházban, és hát ugye, mint aféle ifjú ember, beszélget a többi tisztekkel, ugye nem csak osztrákok, illetve ausztriaiak vannak ott, hanem oroszok, meg mindenfélék, és egy ilyen beszélgetés alkalmával azt a egyébként prófétai jóslatot teszi, hogy hiába fogják megnyerni ezt a háborút, hiába fogják megverni Napóleont, az osztrák monarchia annyira nélkülöz mindenfajta összetartó erőt, hogy egy évszázadon belül bizonyosan fel fog bomlani, sőt állítólag azt is hozzátette, hogy és aztán Közép-Európa az oroszoké lesz. Ugye némi spéttel mind a kettő bejött. Tehát ugye a monarchia 5 évvel az említett 100 év után tényleg fölbomlott, és az oroszok tényleg egy időre megszerezték ezt a térséget, és láthatólag most sem adták föl egészen. A betegeskedés nem tart nagyon hosszú ideig, szeptember 8-án már bevonul a főhadiszállásra, 12-én már részt vesz egy újabb, ezúttal győztes ütközetben, szeptember végén pedig a szövetségesek megindítják az újabb általános támadást, ezúttal Lipcse ellen, ugye ott próbálják meg bekeríteni és végképp megverni Napóleont. Széchenyi folyamatosan különböző futárküldetéseket lát el, ugye a lipcsei csata a világtörténelem addigi egyik legnagyobb összecsapása, azon a
néhány tíz vagy néhány száz négyzetkilométeren, azokban a napokban több mint 600 ezer katona próbálja meg gyilkolni egymást, ugye nagyon oda se férnek egymáshoz ekkora területen, tetejében baromi ronda idő van, ugye esik az eső, fúj a szél, szóval minden, ami elképzelhető és rossz történhet egy katona életében, az szinte minden megtörténik. Október 16-án van a csatának az első napja, Széchenyi ott van Schwarzenberg kíséretében, tanulja annak, amikor Murat Marshall, ugye a híres francia lovasgenerális, egy nagyarányú lovasrohammal visszaveti a támadó szövetségeseket, majdnem át is töri a harcrendjüket, olyannyira, hogy minden lovassági tartalékot azonnal be kell vetni. Ugye Széchenyi a néhány parancsőrtiszt társával együtt 300 kozákot vezényel rohamra, hogy valamilyen módon megpróbálják a francia támadást legalább lelassítani. Akkor az űrzavar, hogy az egyik orosz kozák kiszúrja egy osztrák tisztnek a szemét, mert ugye ellenségnek nézi, és hát ugye az ember először szúrja, és csak utána kérdez. Az illető egyébként aztán a magyarországi hadjáratban 1848-49-ben Franz Schlick néven sok keserűséget okozott számunkra. Széchenyi egy kicsit meg is sebesül, ugye kap egy lapos vágást a hátára, de azért alapvetően magánál van. Október 17-én mindkét fél várakozik, ugye a Schwarzenberg arra, hogy megjöjjenek a svédek, és megjöjjenek a poroszok, akik közben folyamatosan nyomulnak előre északi irányból. Napóleon meg hát úgy dönt, hogy megpróbálja 18-án kivonni az erőit ebből a fenyegető gyűrűből. Lényeg az, hogy 17-én nincs igazából jelentős összecsapás, hát egy kicsit azért ágyúznak, hogy senki ne legyen egészen nyugodt. 17-én a délutáni órákban Schwarzenbergnek a főhadiszállásán megjelenik egy porosz ezredes, aki Blücher marsalltól, a porosz fővezértől, vagy a porosz csapatok fővezérétől hoz üzenetet, hogy alapvetően sikeresen nyomul előre északi irányból, és Schwarzenberg postafordultával megüzeni ezzel a derék porosz ezredessel, hogy akkor holnap reggel, tehát október 18-án reggel 9 órakor megindul a döntő támadás Lipcse ellen. Már szürkület van, amikor ugye ez a derék porosz ezredes visszaindult, és Schwarzenberg alapvetően biztosra akar menni, és ezért úgy dönt, hogy küld még egy futárt, és ez a futárja Széchenyi István lesz, tehát neki az a feladata, hogy a vonalakat nagy körben megkerülve jusson el Blüchernek a főhadiszállására, és erősítse meg még egyszer ezt a bizonyos támadási parancsot. Ugye miért van erre szükség? Hát azért, mert mondjuk a derék porosz ezredest útközben lelőhetik, és egy ilyen fontos parancsot nem árt akár több futárral is elküldeni, ez bevett szokás volt abban az időszakban. Széchenyi el is látja ezt a feladatot, nagy valószínűséggel a késő délutáni vagy kora esti órákban megérkezik a Blücher főhadiszállására. Ugye a marsalt éppen úgy találja, hogy a parókáját risporozza és önmagát fésülgeti és pödri a bajszát. Ugye a Széchenyi csodálkozik, hogy valaki döntő csata előtt ilyennel foglalkozik. A Blücher mondja, hogy holnap ünnepnapunk lesz, hát lehet, hogy megverjük a franciákat, arra föl kell rendesen készülni. És egyben elkezdi szídni a svéd trónörököst, aki korábban francia marsal volt, ugye Bernadott hercegről van szó. Ha valaki látta a Désiré című filmet, vagy olvasta a könyvet, akkor tudja, hogy ki volt ez a derék ember. Ugye Bernadott marsal, aki hátat fordított a francia szövetségnek, ugye úgy gondolta, hogy svéd trónörökösként talán biztosabb jövője lesz Európában, valóban azóta is ők ülnek a svéd trónon, tehát ez egy hosszú távú jó befektetés volt. Blücher pedig szídja Bernadottot, mondva, hogy hát az Istennek nem akar beavatkozni a csatába, mindig kiméli a svédjeinek az életét, és hogy nem tudja, hogy hogyan fogja tudni rávenni arra, hogy 18-án méltóztasson ő is belépni a csatavonalba. Mire Széchenyi azt mondja, hogy hát ő szívesen elmegy a Bernadotthoz, megpróbálja rábeszélni, ugye egy huszár századosról van szó, a másik még egy marsal, és emellett trónörökös is. Hát Blücher nagyon nagyot néz, de aztán eszébe jut, hogy valóban ugye egy osztrák vagy császári királyi tiszt talán nagyobb nyomatékkal tudja képviselni ezt a kívánságot, hiszen joggal hivatkozhat arra, hogy a szövetséges uralkodók, tehát ugye Ferenc, illetve első Sándor orosz cár maguk is várják Bernadottot a csatatére. És ezért ad egy friss lovat Széchenyinek, aki megjelenik a Bernadott főhadiszállásán. Hogy ezután pontosan mi történt, azt nem tudjuk, mert nagyon sokfajta leírás van róla. Ugye Széchenyi, amikor 1848-ban egyszer szokás szerint maga alatt volt, akkor egy ilyen hát teljesen önkínzó és önmagát kigúnyoló verziót adott elő a dologról, mondván, hogy ő össze-vissza hazudozott a későbbiekben arról, hogy mi is történt a Bernadott főhadiszállásán.
Lényeg az, hogy a forrásokat összevetve nagy valószínűség ő tényleg megjelent ott. Tényleg elmondta, hogy az uralkodók várják ugye Bernadott marsalt is a 18. csatába. És amikor Bernadott egy kicsit húzódozott, akkor Széchenyi írást kért arról, hogy ő átadta ezt az üzenetet. Hát ugye Bernadott is átlátta, hogy ha írást ad arról, hogy megkapta az üzenetet, akkor kénytelen lesz beavatkozni. Mondta, hogy írás nem ad, de menni fog mindenképpen. Majd pedig Széchenyi elindult visszafelé, és 18-án a kora reggeli órákban már ott volt a Schwarzenberg főhadiszállásán. Ez egy viszonylag jelentős futárteljesítmény volt, ugye minimális számítás szerint is legalább 60 kilométert kellett oda-vissza megtennie éjszaka, pocsékutakon, háborús körülmények között, de a gróf, aki kiváló sportember volt, ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy keresztbe hosszába átúszta a Dunát, és bármire képes volt, hát neki szinte meg sem kottyant ez a feladat. A kutatáson belül voltak azért ellenkező vélemények, tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy a Széchenyi az egészet az ujjából szopta. Valójában van annak írásbeli nyoma a Breitenfeldben Blücher és Bernadott között kötött egyezmény, hogy Széchenyi valóban járt a Bernadott főhadiszállásán, és valóban ő hozta, kicsit persze a saját kútfejéből, a szövetséges uralkodók üzenetét arról, hogy másnap meg fog kezdődni a csata. Október 18-19-én Széchenyi részt vesz magában a lipcsei csatában, ugye ez Napóleon számára a nagy döntő vereség. Teljesen nem sikerül ugyan gyűrűbe fogni, de a csapatainak egy jelentős része az ott ragad a városban, mert fölrobbantanak egy olyan hidat, amit föl kellett volna robbantani, de csak azután, hogy átvonulnak rajta a francia csapatok, de egy őrmesterre bízták a dolgot, aki meglátott 10 kozákot, és ezért nyomban meggyújtotta a gyújtózsinót. Lényeg az, hogy a franciáknak nagyon súlyos veszteségeik vannak. Maga Széchenyi az itteni helytállásáért egyrészt megkapja az előléptetését első lovasszázadossá, tehát most már első osztályú, illetve az orosz uralkodótól megkapja a Szent Vladimir rendnek a negyedik osztályát, amit hát nagyjából marokkal osztottak abban a pillanatban. A sereg a lipcsei győzelem után előre nyomul egészen a Rajnáig, majd pedig kidolgozzák a franciaországi hadjáratnak a tervét, és 13-14 telén megindul a nagy offenzíva imáron egészen Párizs ellen. Széchenyi ennek az offenzívának a során Blüchernél jár több alkalommal is futárküldetésben. Egy ilyen futárküldetés alkalmával 1814. február 10-én belezuhan egy mocsárba, és már-már arra gondol, hogy fülbe fogja magát lőni, mert úgysem szabadul innen. Amikor rájön, hogy két csövű a pisztoly, az egyiket elsüti, és három huszár észreveszi őt, és hát fülénél fogva kihúzzák a grófot a mocsárból, és ilyen módon módjában állt később legnagyobb magyarrá válni. Ugye ezek az állandó futárutak, ezek azért, hogy is mondjam, nem szolgálták különösebben az egészségét. Március elején megint megbetegszik, elég ramagy körülmények között ápolják egy tábori kórházban, de március végén ismét visszatér a főhadiszállásra, hogy aztán március 31-én, illetve április 1-én tanulja lehessen annak, amikor a szövetséges csapatok bevonulnak Párizsba, ugye erre vártak 1792 óta, kár, hogy sokan nem érhették meg ezt a pillanatot. Párizs elfoglalása után futárként a déli csapatoknak a parancsnokaihoz Dijonba, illetve Lyonba küldik. Közben két, illetve három kitüntetést is kap. Megkapja a porosz Pourlemérité kitüntetést, a Szent Móric és Szent Lázár rendet a szardiniai uralkodótól, illetve megkapja az úgynevezett hadsereg keresztet, vagy ágyú keresztet. Ez volt az egyetlen osztrák kitüntetés, amit megkapott. Ezt gyakorlatilag mindenki megkapta a hadseregben, aki részt vett a Napóleon elleni 13-14-es hadjáratban. Anyagköltségben volt a dolog, ugyanis a zsákmányolt francia ágyúkat öntötték ki kitüntetésé. Tehát ilyen módon még a Habsburg kincstárat sem különösebben terhelte meg a dolog. Zárójelben jegyzem meg, ugye az életrajzi irodalomban rendszeresen felvetődik az, hogy Széchenyi, aki ilyen remekül viselkedett a harctéren, még nem kapta meg például a Mária Terézia katonai rendet, amikor mások sokkal kevesebbét megkapták. Hát többek között azért nem kapta meg, mert nem kérvényezte. Ugye az egy olyan kitüntetés volt, amit kérvényezni kellett, és le kellett írni, hogy az illető mit csinált. És Széchenyi úgy tűnik, hogy ezt a beadványt soha nem írta meg. Hát ugye tudjuk, hogy az ember lottó ötöst is csak a lottó szelvény ki töltésével szerezhet magának. A következő küldetése az már a Piemonti Szárd királyság uralkodójának a visszahelyezésére küldött küldöttségben volt, és nem kisebb személyiség, mint Alfred zu Windischgrätz
herceg kíséretében, aki hát ugye 1848-49-ben szintén nem jelentéktelen szerepet fog játszani. A küldetés után pedig Bécsben részt vett ugye a bécsi kongresszusnak a különböző hát, rendezvényein, különös tekintettel azokra a rendezvényekre, amelyeken nagy számmal voltak ott a hölgyek. 1814. novemberében ismét áthelyezték egy másik alakulatba, ez az 5. huszárezred volt. Ennek az ezred tulajdonosa az angol régensherceg, a másod tulajdonosa viszont az a Radetzky, akkor még csak altábor, nagy, aki majd aztán később ugye a Radetzky Mars névadójává és ugye a császári királyi hadsereg egyik legsikeresebb hadvezérévé válik. Novemberben azonban megint újabb küldetést kapott, ezúttal a nápolyi királyságba küldték. Ugye ennek a királyságnak a trónján még mindig Murat marsal ült, mert hogy ő időben átállt Napóleontól, tehát megvolt a lovasroham Lipcsénél, de aztán utána rájött, hogy váltani kell. Egyébként a felesége az ugye Napóleonnak az egyik húga volt, de az osztrákok nem igazán bíztak benne, és úgy gondolták, hogy jobb megfigyelni őt. Közben következett be az a szerencsétlen esemény, hogy 1814. december 23-án ez a bizonyos előző évi nyilatkozat ugye a Habsburg birodalom 100 éven belüli felbomlásáról, ez titkos rendőri jelentés formájában Ferenc király elé jutott, aki hát nyilván nem örült ennek, hogy már csak 100 évet adnak a birodalomnak, bár ő úgyse fogja megélni, és egyes vélemények szerint ez volt az, ami aztán végképp megakasztotta a Széchenyi későbbi katonai karrierjét. 1815 márciusában Napóleon visszatért ugye Elba szigetéről, ekkor következett a 100 nap, és Murat herceg viszont elveszítette a józan eszét és a realitás érzékét, és visszaállt Napóleon mellé. Egy nagy 80 ezres hadsereg élén megpróbálta megteremteni az olasz nemzeti királyságot. Hát a dolog nem jött össze, ugye mindannyian tudják, hogy a világ három legvékonyabb könyvét az angol konyháról, a német humorról és az olasz vitézségről írták, és hát ez már abban az időszakban sem volt egészen másként. Lényeg az, hogy amint megindul a császári királyi csapatok ellentámadása, hát ugye az olaszok egyik vereséget szenvedik a másik után. Ugye Széchenyi ott van a Murat üdvarában, amikor az átáll, tehát menekülnie kell, megint podgyászlovat mindenfélét hátrahagyva, jelentkezik szolgálattételre az alakulatánál, és április végétől kezdve részt vesz a hadműveletekben. Április 29 és május 3-a között a Tolentino között vívott összecsapásban, ahol május 2-án a 20. század élén személyesen hajt végre egy rohamot, olyan lelkesen veti bele magát az ellenségbe, hogy a huszárainak kell kimenteni, és ugyanez ismétlődik meg május 4-én Macerátánál, ahol hát elég macerás volt szintén ugye ez a bizonyos kimentés. Néhány éve Lenkefi Ferenc kollégám találta meg azoknak a huszároknak a kitüntetési előterjesztését, akik ezekben a megmentésekben részt vettek. Május 14-én Castel di Sangrónál van egy újabb összecsapás, amiben szintén sikeres lovasromot vezényel, és május végére vége a dalnak, mert hogy addigra a nápolyi királyság elesik. Széchenyi ezekért a katonai teljesítményeiért ezúttal már kap egy nápolyi kitüntetést is, a Szent Ferdinánd rend lovakkeresztjét, majd pedig Román Firenzén Klagenfurton át visszatér Bécsbe, és olyannyira kifáradt a háborúban, hogy egy évig és 9 hónapig szabadságon van. 1817. májusában tér vissza az ezredéhez, azonban megint nem hosszú ideig bírja ott, ugye hát egy béke helyőrségben szolgálni annál kevés unalmasabb dolog van. Ez ugye kiderül a naplójából és a leveleiből. 1818 májusában egy hosszú keleti útra indul, tehát megint szabadságot kér megint egy évre. 19 májusában, amikor visszatér ugye Nápolynál száll partra, akkor onnan 90 ezer forintot visz Rómán át Bécsbe hivatalos megbízatással. 1820 márciusában áthelyezik egy újabb alakulathoz, ugye Széchenyi igazi vándormadár volt szinte, ha hosszabb ideig katonáskodik, akkor mind a 12 huszárezredet végigjárta volna. Ez a 4. huszárezred, amely Sándor orosz főherceg nevét viseli, ezeket Stiglitz huszároknak hívták, mert annyira tarkó volt az egyenruhájuk, hogy zöld, piros, kék, minden volt benne, tehát ami elképzelhető volt, csak narancssárga nem. Ugye Széchenyi ekkor már kiváló lószakértő, ebben az időszakban kezd foglalkozni a ló nevelésnek és a lótenyésztésnek a kérdéseivel, és abban reménykedik, hogy mint elismert lószakértőt egy ilyen keleti lóbeszerzési útra ki fogja küldeni az udvari haditanács.
És emiatt nem vonul be az ezredéhez, olyannyira, hogy csak 1820 júniusában szólítják fel, hogy most már akkor közölje, hogy mi van vele, mert hogy eddig nem jelentkezett. Végül is egy hónap múlva, július végén Debrecenben jelentkezik, ugye ennek az ezrednek a parancsnoka Simonyi József ezredes, a legvitézebb huszár, aki hát Széchenyivel nem különösebben kedvelik egymást, ugye Simonyi időnként megpróbálja megfejni Széchenyit, vagy eladni neki borokat, vagy adjon már kölcsön, és így tovább, és Széchenyi ezekre nem mindig vevő. Közben ugye folyamatosan úgy érzi, hogy hát most már nagyon régóta százados, ugye 14-ben léptették, vagy 13-ban léptették elő utoljára, most már eltelt iszonyú sok idő, és megpróbálja elintézni a saját őrnagyi előléptetését, de valahogy az Istennek nem jut előrébb. 1824-ben aztán hírt kap arról, hogy az ezredet Magyarországról át fogják helyezni Galíciába. Na most Magyarországon sem volt nagyon szórakoztató katonaként szolgálni ebben az időszakban, de Galícia az meg maga a nyomorúság volt. Tehát, hogy is mondjam, Széchenyi azonnal a kilépésnek a gondolatával kezdett el foglalkozni. Olyannyira, hogy május 4-én be is nyújtotta a kilépési nyilatkozatát, de aztán az előjárói lebeszélték róla, mondván, hogy most már küszöbön áll az őrnagyi kinevezése. Ennek érdekében folyamatosan felutazott Bécsbe, ugye a századánál nem nagyon járt, és egy ilyen út környékén, amikor éppen hazatért Sopronba, 1825. januárjában az ezred parancsnokság felszólította, hogy ugyan már számoljon el az a 2086 forinttal, amit 1813-14-ben futárút előlegként fölvett. Hát ugye képzeljük el, hogy manapság valamelyikünk kapna egy felszólítást, hogy egy 10 évvel korábbi, vagy 11 évvel korábbi hivatalos kiküldetéssel kapcsolatban ugyan már nyújtsa be az elszámolását. A tetejében ezekben a 13-14-es futárutakban volt ugye az a bizonyos drezdai időszak, amikor mindenét elveszítette a csatatéren. Hát nem csoda, hogy Széchenyi, hogy is mondjam, nagyot nézett, és még, hogy hab legyen a torta, még a ruhapénz elszámolását is, mondvá, hogy ott is van valami 200 forintos tétel, ami még nem egészen világos, hogy azt is nyújtsa már be. Hát ez egy hosszú és sziszifuszi küzdelemnek a kezdetévé vált. Ugye Széchenyi először megírta, hogy nincsenek meg az elszámolásai, hogy franc emlékszik már, hogy mi hol van, és ugyan már küldjék el neki az úti rendelvényeket, meg az általa korábban benyújtott elszámolásokat, hogy meg tudja állapítani, hogy tartozik-e és mennyivel. Mindez nem zavarta azonban abban, hogy 1825. szeptemberében megjelenjen a Pozsonyban összehívott Magyarország gyűlésen, ahol ugye egy egészen más szempontból a Magyar Tudós Társaság megalapítása szempontjából szoktuk értékelni az ő ténykedését. Az országgyűlési megjelenését ugyan bejelentette az ezrednél, de nem kért szabadságot, abban reménykedve, hogy ezt az ezred automatikusan meg fogja tenni a katonai felsőbb hatóságoknál. Így aztán, amikor szembe találkozott Ignác Hárdeg altábornaggyal, a pozsonyi hadosztály parancsnokkal, ugye Széchenyi egyenruhában volt ott az országgyűlésen, akkor Hárdeg alaposan lebarmolta a lábára, hogy mit keres itt, és hogy van-e egyáltalán szabadság engedélye, és Széchenyi őszintén meg volt ezen lepődve. Tovább bonyolította a helyzetét az, hogy a országgyűlési vitákban többször kiállt a magyar alkotmányos álláspont mellett, és hát ezt, hogy úgy mondjam, az udvarban sem vették különösebben jó néven, tehát az, hogy a Magyar Tudományos vagy Tudós Társaságot megalapítja, hát Zákson szórakozzanak a magyarok, de az, hogy ugye a kormányzat addigi eljárását az újoncozás és a hadiadó szedés tekintetében törvénytelennek minősíti, sőt mindezt szóban Metternich hercegnek is megerősítette, ez már kivívta nem csak a hercegnek, hanem első Ferenc királynak a rosszallását is, és nagy valószínűsége ekkor vágta el magát végképp a katonai karrierjét illetően. December 26-án benyújtotta a szabadságkérelmét a pozsonyi hadosztály parancsnoksághoz, de az nem volt hajlandó ezt megerősíteni, mire Széchenyi fogta magát, felutazott Bécsbe, jelentkezett Habsburg Ferdinánd főhercegnél, a magyarországi főhadparancsnoknál is nála falmelléki módon elintézte a szabadság engedélyt. De ekkor már annyira megmondta az állandó szekatúrát, hogy végül is úgy döntött 1825. februárjában, hogy most már otthagyja a hadsereget, azt legyenek boldogok az elszámolással és a további szekatúrákkal. Hát a dolog nem ment egyik pillanatról a másikra, ugye 1826. április 15-én, 26. februárjában történik, igen, elnézést, eltévesztettem a dátumot, tehát 26. április 15-én rendelik el, hogy rangjának megtartása nélkül töröljék őt a 4. huszárezrednek a névsorából, és 26. május 16-án állítják ki azt a díszes elbocsátó levelet, ugye Hohenzollern, Hechingen,
táborszernagynak, a haditanács elnökének az aláírásával, amelyben ugye kifejtik, hogy Széchenyi ennyi és ennyi ideig szolgált, nagyon derék ember volt, és hogy a továbbiakban már nem tagja a császári királyi hadseregnek. De a tartozás ügyétől továbbra sem tudott szabadulni, ugye június 7-én jött az újabb felszólítás az ezredtől, hogy most már aztán tényleg számoljon el azzal a 2086 forinttal meg a ruhapénzzel. 29-ben, tehát 3 év múlva sikerült megszereznie azokat az úti rendelvényeket, amelyek alapján ugye a futárútjait végrehajtotta, és ennek alapján 30 januárjában nyújtotta be az elszámolását, és a fennmaradó 161 forint 52 krajcárnyi összeget ekkor fizette be a császári királyi budai főhadi pénztárba. Jellemző, hogy éppen emiatt csak 1830. szeptemberében kézbesítették ki neki azt az obsit levelet, ami már 4 éve ott állt lezsírozva, ugye amíg elszámolás nincs, addig obsit levél sincs. Na hát lényegében így zajlott le Széchenyi Istvánnak a katonai pályafutása, de ugye minden előadásnak a végén illik, hogy az ember valami morált vagy valami tanulságot próbáljon meg levonni. Milyen katona volt Széchenyi István, üldözték-e, stb. Stb. Az első, amit megállapíthatunk, hogy Széchenyi egy kimondottan bátor és vállalkozó katona volt, amit ugye a jó fizikuma különösen alkalmassá tette erre. Tehát akár mondjuk a magyarországi, akár a németországi, akár az itáliai hadjáratban mutatott katonai teljesítménye alapján csapattisztként valóban kiválóan megállta a helyét. Ugye 5 kitüntetést sikerült ez alatt a pályafutás alatt begyűjteni, ebből egy volt osztrák, mint említettem, de ezeknek a kitüntetéseknek a többségét marokkal osztották, tehát szinte mindenki, aki hozzá hasonló beosztásban szolgált, vagy nem futott el a csatatérről, vagy nem gyulladt ki benne a pálinka, az megkapta ezeket a kitüntetéseket. Ugye kevés volt igazából a tényleges harctéri teljesítménye, tehát az nagyjából arra a Mürá elleni 1815-ös hadjáratra korlátozott, meg mondjuk arra a lipcsei lovasrohamra a 300 kozák élén. Ugye többnyire a vezérkarban szolgált, futárként szolgált, ami ugyan alkalmas volt arra, hogy fölhívja magára az előjáróknak a figyelmét, de nem volt igazából alkalmas arra, hogy a tényleges katonai képességeiről nagyobb meggyőződést vagy nagyobb ismereteket szerezhessenek. És hát még egy dolog, ugye, hogyha itt talán érzékelték az előadás közben, én összeszámoltam, ez nem hangzott el ez a sok adat mind, de a 17 év 2 hónapnyi katonai szolgálat alatt 9 éven keresztül volt szabadságon. Tehát a katona idejének több mint a felét ilyen-olyan indokkal szabadságon töltötte. Hát így azért nehéz elérni az őrnagyi előléptetést, azt kell, hogy mondjam. Ugye azt szokták mondani, hogy ha valaki kardot kötött, akkor csörgesse is. És Széchenyi időnként csörgette a kardot, időnként meg elment Angliába, ugye Keleti út, Pozsonyi országgyűlés. Tehát ugye ez a klasszikus mondás szerint az embernek el kell dönteni, hogy ornitológus vagy madár, és Széchenyi úgy tűnik, hogy ebben az időszakban még ezt nem feltétlenül döntötte el. Széchenyi ugyanis egy alapvetően irreguláris személyiség volt, legalábbis a hadsereghez képest. Ugye egy csapattiszt nem engedheti meg magának, bármilyen jó vagy rossz kedve van, hogy az uralkodót bírálja is hosszú távú jóslásokat engedjen meg magának, főleg idegen tisztek jelenléteiben a monarchia leendő fennállásáról. Nem engedheti meg magának, hogy nyilvános politikai szerepvállalással, méghozzá a kormányzati irányjal nyilvánosan szemben menő politikai szerepvállalással, ha úgy tetszik, az egyenruhára szégyent hozzon, ahogy akkoriban ezt gondolták. Ugye a politizáló tiszt az nem volt szokás a Habsburg monarchiában. És hogy úgy mondjam, maga az adminisztratív fegyelem sem volt a Széchenyi erős oldala, tehát azért rendszeresen elfelejtette a szabadságkérelmeit benyújtani, és ugye mindig olyan indokokkal, hogy ja, hogy ő azt hitte, hogy hát ugye ez a klasszikus mondás szerint, ugye hinni nem itt kell, hanem megvan annak a megfelelő helye. Hozzátendő, hogy hát azért hajlamos volt eleinte a papa, de ő maga is a protekció nem annyira rögös útján megpróbálni az előmenetelt. Ugye mondjuk Simonyi Óbester az a katonai teljesítményével jutott el az ezredesi kinevezésig a közvitészségtől, és még sorolni lehetne a hozzájuk hasonló huszár vagy gyalogos tiszteket. Széchenyi ugye már 18 évesen főhadnagy akkor, amikor mások még legfeljebb elkezdik a katonaiskolát, és a későbbiekben is gyakorlatilag úgy jött el a második századosi rendfokozatáig, hogy olyan komolyabb katonai teljesítmény nem áll mögötte. Na most ugye a nagy kérdés az, hogy mellőzték-e őt az előreléptetés során. Ezt azért nagyon nehéz megállapítani, mert nagyon kevés olyan katonai karrier rajzzal rendelkezünk, amihez képest a Széchenyinek a helye meghatározható lenne.
Ha azonban megnézzük azoknak a huszártiszteknek, vagy zsidás tiszteknek, vagy értes tiszteknek az életrajzait, ezeket Réfi Attila kollégám szépen szorgalmasan elkezdte feldolgozni a francia forradalmi és a napoleoni háborúk időszakából, akik nagyjából a Széchenyi kortársai voltak, akkor azt látjuk, hogy van olyan, akinek valóban jóval gyorsabb a karrierje, és ahol szintén nem csak a katonai teljesítmény, hanem a társadalmi összeköttetések is komoly szerepet játszottak, ugye Windisgrécz egyszer 5 év alatt lett őrnagy. Igaz, hogy neki mondjuk a katonai teljesítménye is komolyabb volt, de vannak olyanok, akik bizony 10-15 évet vagy 20 évet eltöltenek ugyanabban a rendfokozatban, főleg békeidőben, amikor ugye az előjáróknak a természetes elhullása is lelassul, mert hogy meg kell várni, míg megüti a guta, vagy agyon issza magát, vagy agyon eszi magát, vagy nem tudom, más módon kikerül az élők sorából. Én magam azzal kapcsolatban is azért némi kéthellyel rendelkezem, hogy az az egy nyomorult besugói jelentés olyan komoly hatással lett volna a Széchenyi karrierjének a lelassítására. Nyilván azért más tisztnek a száján is időnként kicsúszott ez az, és nem feltétlenül csak a nemes gróffal akartak piszkálódni. És hát ugye fölvetődik a kérdés, hogy mi van, ha előléptetik? Mi van, hogyha őrnagy lesz belőle? Ott lett volna századiknak, ezrediknek a császári királyi hadseregben, nem különösebben kiemelkedő katonai képességekkel, megindul egy olyan katonai karrier, aminek a végén talán összejön egy ezredesi vagy egy vezérőrnagyi kinevezés. Talán emlékeznénk rá, talán nem emlékeznénk, de azzal, hogy Széchenyi István 1826-ban elhagyta a császári királyi hadsereget, megtalálta a számára megfelelő pályát, elveszítettünk egy császári királyi őrnagyot, de megkaptuk helyette a legnagyobb magyart. Köszönöm szépen a figyelmüket. A film a KÖFOP 2.1.2 a jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés című projekt keretében készült. Készült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.